Kedves barátaim, kedves diákok! 1950-ben én is ott voltam ugyanannak az épületnek a falai között. Úgyhogy, mint iskolatársakhoz szólok hozzátok. Barlai Kristóf azt kérte, hogy 5 kérdésre feleljek. Hát íme a kérdések. Az első kérdés, amit mondott, illetve adott, az, hogy miért hiszek. Ez nagyon nehéz néhány szóban, néhány percben összefoglalni, de megpróbálom. Azért hiszek, mert itt nélkül nem volna értelmes élet. Nem csak vallásos élet nem volna, de egyáltalán értelmes emberi élet. Tudnilik, hit az különböző fokokon mindenütt szerepel. Gondoljátok el, hát honnan tudjátok azt, hogy amit láttok, amit hallotok, az nem lényegében álom, az valóság. Hiszen nem tud senki sem a saját érzékein túllépni, és onnan valahonnan egy objektív szempontból nézni a világot. Azután gondoljátok el, hogyha nem hinnénk egymásba. Ha én nem hinném el, hogy a Barlai Kristófnak valami jó célja volt ezzel a videóval, hát akkor igazából szóba se álltam volna vele. De hiszem azt, hogy jót akar. És tovább menve, hát hogyan ismeritek meg egymást? Hogyan ismeritek meg azt, hogy ki az, aki méltó a szeretetetekre úgy, hogy feleségül vegyétek, vagy férjhez menjetek hozzá? Hát ahhoz el kell hinni azt, hogy ez az ember hűséges lesz hozzá. Ezt nem lehet kiszámítani, csak jelei vannak annak, hogy hihetsz benne. Tehát már az emberi ismeret oldalán is a hit az egy sokkal magasabb rendű tudás. Sokkal magasabb rendű tudás, mint igazából a tapasztalat. Ha igazából az embernek hinnem kell, különben nem lehetne emberi élet. Különben a bolondok házában végeznénk. Ha hiszek embereknek, hát miért ne hinnék az Úristennek? De persze a kérdés az, hát van-e ilyen Úristen? Hát nagyon nehéz ezt röviden összefoglalni, de néhány vázlatos a megjegyzés hadd mondjak. Az első az, hogy az okság elvét azt látom, hogy mindenki alkalmazza. Hiszen egyetlen tudós sem csinálna egyetlen kísérletet sem, ha nem hinné azt, hogy minden folyamatnak, minden tünetnek, mindennek van oka. Tehát, ha egyszer a részeknek van oka, akkor hogy lehet az, hogy nincs az egésznek oka? Ha a világegyetem részeinek oka van, akkor hogy lehet tagadni azt, hogy az egésznek oka legyen? Azután gondoljatok arra, hogy vannak erkölcsi törvények. Nem ember által hozott törvények, hanem olyan törvények, amelyek mindig, mindenütt általános érvényűek, és az emberi a konsciencia, az emberi lelkiismeret fölfedezi. Vegyük a legegyszerűbbet és a legáltalánosabbat, a jót tenni kell, a rosszat kerülni kell. Ha elhiszem, hogy ez a törvény, ez abszolút, vagyis soha nem tehetem azt, hogy a rosszat teszem, amikor tudom, hogy az rossz, és amikor tehetném a jót. Tehát, ha elismerem azt, hogy van abszolút törvény, amelyet mindenkor tennem kell, akkor is, hogyha ha belehalok, akkor is, hogyha ezért kivégeznek. Ha ezt elhiszem, akkor keresem az okot. Mi az elégséges oka egy abszolút törvénynek, egy abszolút kötelezettségnek? Hát nyilván egy abszolút törvényhozó kell hozzá, amelynek, illetve akinek a törvénye miatt képes vagyok
ellene szegülni emberi törvényeknek, melyeket rossznak tartok. Tehát ez lenne az, a morális kötelezettség. Azután gondoljunk arra, hogy az egész világegyetemben minden anyagi folyamatot ki lehet fejezni matematikai képletekkel. Ahogy ezt a tudós mondta, a természet a matematika nyelvét beszéli. Hát ha egyszer a természet az tele van értelemmel, tele van az értelem számára adott természettörvényekkel, akkor nyilván itt is kell egy értelemnek lenni, ami az értelmes törvényt, aki az értelmes törvényt ha megalkotta. De számomra a legfontosabb egy szubjektív élmény. Azt tudnillik, hogy az ember, hogyha nem mondjuk nem sötétíti el a maga saját lelki igényeit, akkor minden ember képes a jót szeretni, képes az igazat szeretni, és képes a szépet szeretni. És nem csak képes a jót, az igazat és a szépet szeretni, hanem mindig többet akar belőle, soha sincs megelégedve. A részleges jó, a részleges szeretet, az mindig fölkelti még jobban az éhséget arra, hogy a teljes jóságot, a teljes szeretetet, a teljes igazságot keresse. És ha nincs teljes igazság, nincs teljes, végtelen szeretet, ha nincs végtelen jóság, akkor véges jóság, véges igazság és véges szépség sincsen. Tehát az emberi lélek úgy van megalkotva, hogy csak a teljes, a végtelen szeretet, jóság és igazság tudja kielégíteni. Na most, ha ilyen nem létezik, akkor az ember a legabszurdabb teremtmény, akinek nincsen értelme. De ahogy C.S. Lewis, a nagy író és gondolkodó mondta, ha látok egy vergődő élő halat valahol a földön, a száraz földön, akkor arra kell következtetnem, hogy van valahol víz. Tehát, ha én magamat egy ilyen szárazon vergődő halnak látom, azaz mindig keresem azt, ami nincs a szárazföldön, vagyis a teljes jóságot, a teljes szeretetet, akkor igazából arra kell konkludálja, következtessek, hogy van víz a közelben. Tehát van Isten, aki ezt kielégíti. Tehát röviden ezek igazából azok az okok, amely miatt hiszek az Istenben. És hiszek abban, hogy valóban ő küldte el Jézust, és ő az, a Jézus az, aki igazából ezt a végtelen szeretetet a legtökéletesebben kimutatta, élte és meghalt érte, és utána pedig mindenkinek át akarja adni. A második kérdése a Kristófnak ez volt, hogy mit gondolok Amerikáról, milyen irányba megy most az új megválasztott prezidenttel, a Donald Trump-al. Hát először is nem vagyok politikus, de a tény az, hogy még a politikusok se tudják. Tudnék, a Donald Trump az annyira kiszámíthatatlan, hogy ezt senki előre nem tudja megmondani, hogy mit fog tenni. Annyi ígéretet tett, és utána ellenkező ígéretet is tett, utána visszavonta az ellenkezőt vagy az előzőt, úgyhogy lényegében nem tudjuk pontosan. Mégis van néhány dolog, amit már legalábbis valószínűnek tartunk. Az egyik az, hogy pro-life bírókat fog kinevezni a legfelsőbb bíróságba. Pro-life, vagyis az életet védő bírókat, olyan bírókat, akik megpróbálják és meg is fogják szabályozni az abortust. Tehát valamiképpen azt kell elérni, hogy az abortushoz ne biztosítsanak jogot.
egy általános emberi jogot. És nem lehet teljesen kiküszöbölni, de legalább korlátok közé fogják szorítani. Tehát ezt lényegében, ha elhisszük neki, mert annyiszor mondta, annyiszor megígérte. A másik dolog, amit azt hiszem, hogy meg fog tenni, illetve már is dolgozott rajta, hogy megpróbálja itthon tartani a jobokat, vagyis a munkahelyeket. Tudnélik, amint tudjátok, azért, hogy olcsóbb legyen az áru, azért nagyon sok nagy vállalat az outsourcinghoz menekült. Outsourcing, vagyis a harmadik világ a világi országba tette át igazából a gyárait. Azért, mert ott kevesebbet kell fizetni a munkásnak, és ezért könnyebben és olcsóbban fogja majd eladni az áruját. De ezzel hát ezrek és ezrek lettek munkanélküliek Amerikában. Most a Trump megpróbálja ezeket itt tartani. Hogy ez most mennyiben sikerül és mennyiben lesz jó, az nagy kérdés. Mert igazából emiatt az amerikai áru az sokkal, sokkal drágább marad, és nem lesz olcsó, hogyha Amerikában állítják elő, nem pedig Indiában, vagy pedig valamelyik ázsiai szigeten. Hát lényegében ennyit tudnánk mondani. A nagy veszély az, hogy nem ért semmit a politikához, a külpolitikához elsősorban. Tehát a baj az, hogy igazából ígért rettenetes dolgokat, mégpedig azt, hogy nem érdemes a NATO-t fenntartani, nem érdemes az Európai Uniót támogatni, de viszont ugyanakkor most látja azt, hogy ez így nem jó, mert hiszen ebből nagyon nagy bajok származhatnak az egész világ számára. Még egyelőre nem talált megfelelő Secretary of State-et, vagyis külügyminisztert. Szóval attól igen sok fog függni, és azt reméljük, hogy egy normális és igazából a helyzetet legalább valamiképpen ismerő embert, a szakembert fog odaállítani. De ezt nem lehet tudni. Hát ennyit az amerikai politikáról, többet nem tudok. Harmadik kérdése a Kristófnak, hogy mit gondolok Magyarországról, hogy milyen irányba megy Magyarország, mit szólok hozzá. Hát igazából ez biztos, hogy nagyon érdekelt, mióta elhagytam Magyarországot mindig, és most is a szombatot arra fordít, hát nem az egész szombatot, de mondjuk egy órát, másfél órát arra fordítok, hogy a magyar újságokat olvassam, és valamiképpen tájékozódva legyek arról, hogy mi történik. Ameddig volt Népszabadság, addig elolvastam először a Magyar Hírlapnak a fő híreit, utána a Népszabadságét, és utána, amit mind a kettő mondott, azt elhittem, hogy ez valóban így van. Most nincs Népszabadság, úgyhogy most próbálok át más-más a mondjuk baloldali híradókat nézni, és hát ilyen alapon tájékozódni. Szóval amennyire én látom, úgy gondolom, hogy az Orbán Viktor az egy nagyszerű politikus. Nagyszerű politikus, és mindig tudja azt, hogy mit kell tenni, legalábbis általánosságban véve. Például nagyszerű az, ahogyan az Európai Unió és Kelet között lavírozik, egyrészt állítja Magyarország függetlenségét, nem hajlandó elfogadni az országra kirót kvótákat, ugyanakkor pedig nagyon jól képes lehívni az Európai Uniónak a különböző pénzügyi forrásait. Tehát ilyen szempontból nagyszerű. És azt látom, hogy valóban Magyarország fölemelkedik. Gondoljátok el, hogy a Condé Nast
az egy nagy, nagy ilyen utazó iroda New Yorkban, és a múlt évben, amikor azt kérte a kuncsaftjainak, tehát akik őt használták, ezt az irodát, hogy mondják meg, milyen sorban látják a nagy a világvárosokat, melyiket tartják legjobbnak, akkor kiderült, hogy Magyarország Budapestjét azt tartották a második legjobb, legszebb a fővárosnak. Ugye itt nyilván a Tarlósnak is az nagyon nagy érdeme van benne, hogy Budapestet mégis szépé teszi egyre inkább. Tehát mondjuk ezek igazából a pozitívumok, amit látok és aminek nagyon örülök. De ugyanakkor látok negatívumokat is, ezt elsősorban a húgomon keresztül, aki egész életében a pedagógus volt, pedagógusokat képzett, és mindig az alul lévőket támogatta, mindig azokat a tanulókat támogatta, akik valamiképpen lemaradnak. Tehát akiknek speciális helyzetük van. Úgyhogy ő azt gondolja, hogy a cigányoknak a fölemelése, a szegények fölemelése, az nem eléggé fontos a mostani kormánynak. És erre hát komoly adatokat adott nekem, úgyhogy én is ezt gondolom. A másik dolog, ahol úgy látom, hogy baj van, az pontosan az edukáció, tehát a nevelés, a közoktatás. Mert tudom azt, hogy elég sok, nagyon kiváló oktatási szakember, főleg felső oktatás, de más vonalon is. Igazából nagyon nehezményezi a központosítást, az lényegében az államosítást, azt, hogy nem lehet normálisan tankönyveket kiválasztani, és azt, hogy minden lényegében központosítva van. Nincs elég szabadsága az igazgatóknak, nincs elég szabadsága a tanároknak, mert annyira minden meg van szabva. Egyesek azt mondják, hogy a Kádár éra utolsó éveiben több szabadsága volt a tanárnak, mint most van. Hát legalábbis én ezt így hallom, így tudom, és ez bizony bánt. A harmadik, ahol úgy látom, hogy rossz irányban megy a dolog, az pedig a migránsok, illetve a menekülőknek a helyzete. Azt nagyon megértem, hogy nem fogad el a kormány rá erőszakolt kvótát. De azt, hogy lényegében csak néhány száz menekültet fogadott be idáig, hát azt nem tudom megérteni. Hiszen ha több ezret is befogadnak, azzal még a Magyarországnak a magyar jellege nagyon is megmarad. Negyedik kérdés. Az itteni iskolánk és a budapesti Szent Imre gimnázium összehasonlítása. De azt mondtam a Kristófnak, hogy ezt ő tudná megmondani, és az a többi fiatal, aki nálunk volt 4-7-ig mindig a iskolai év elején. Hát ők látták belülről a mi iskolánkat, és ők ismerik belülről a Szent Imre gimnázium életét is. Amit mondok, az igazából nagyon is kevés ismereten alapszik. És mondjuk jobban, nyilván jól ismertem a Szent Imre gimnáziumot a 40-es években. De nem ismerem annyira most, bár voltam többször, legalább háromszor voltam ott, és részt vettem érettségi vizsgákon, beszélgettem a tanárokkal, és beszélgettem a diákokkal is. Hát mégis megpróbálok valamit mondani. Tehát, hogy látom a,
a különbséget és azonosságot. Amikor elkezdtük az iskolát 1962-ben, akkor más ideá, más a, mondjuk a modell nem volt számunkra, mint a magyar gimnázium. Nagyon kevés ismerték az atyák abban az időben igazából, hogy milyen egy jó amerikai iskola. Úgyhogy a magyar szisztémát követtük. És kiderült, hogy ez pontosan ez kellett a szülőknek. Egy olyan iskola kellett, amelyik valamiképpen hidat ver a európai civilizáció és kultúra és Amerika között. Az elején nagyon nagy nehézségek voltak. Az elején igazából a gyerekek úgy gondolták, hogy ők tesznek nekünk szívességet, hogyha bennünket, menekülteket, magyarokat, akik törik az angolt és hülyeségeket mondanak néha napján, mert nem értik a nyelvet, hogy bennünket, menekülteket elfogadnak és hajlandók tőlünk tanulni. Tehát ez igazából egy nagy kegyesség volt számukra. Most viszont már eléggé fordítva áll a dolog, hiszen most már ők boldogok, hogy itt el vannak fogadva, igazából fölvettük őket, és itt tanulhatnak. A lényeg azonban az, hogy a legfontosabb pozitív a kvalitása az iskolánknak szemben az amerikai iskolákkal az a foremaster szisztéma, tehát az osztályfőnöki szisztémának, rendszernek a megvalósítása. És itt az osztályfőnök többet jelent, mint Magyarországon. Magyarországon az osztályfőnök, legalábbis az én időmben, nem fogadta a gyermekeket minden reggel, nem ő imádkozott velük, nem ő szedte rendbe őket, és nem is ő bocsátotta el őket, hanem mindig a tanár, akinek órája volt velük. Most azonban így van, az osztályfőnök az, aki lényegében egész nap szinte a gyermekek körül van, amikor ideje van és nem tanít máshol. És kialakul 8 év alatt egy igazi családi közösség, ha a foremaster, az osztályfőnök jó, és az osztály is jó. És ez a családi közösség igazából akkor erősödik meg és lesz véglegessé, amikor ők legraduálnak. Vagyis amikor elvégzik az iskolát, itt nincs érettségi, csak graduáció. Tehát a lényeg az, hogy akkor lesz végleges ez a kapcsolat, amelyet a senior gyűrű, tehát az utolsó, a nyolcadikosoknak adott gyűrű, az jelképez, hogy elkötelezik magukat a ciszterci családhoz. És jönnek állandóan vissza, jönnek igazából bemutatni a menyasszonyukat, jönnek azért, hogy készítsük őket elő a házasságra, jönnek azért, hogy az esküvőt vezessük, jönnek azért, hogy kereszteljük meg a gyerekeiket. Úgyhogy egy egész életre szóló kapcsolat alakul ki az iskola és a diákok között. Persze ez nem minden diákra jellemző, de az jellemző, hogy mindig vannak, akik visszajönnek. És most én is, hát nyugdíjban vagyok, de állandóan jönnek a régi diákjaim. Tehát mondjuk ez egyszerre azonos, de ugyanakkor valamiképpen különböző. Egy másik, a másik része a tantervnek mondjuk az valamiképpen különböző. Tehát itt is nagy súlyt fordítunk a humán tárgyakra. A két nyelv van, a latin az első 4 osztályban kötelező, utána választhatnak spanyol és francia között. De ugyanakkor a történelemnek is, és főleg az angol irodalomnak, angol nyelvtannak, a rendes fogalmazásnak, angol fogalmazásnak nagy szerepe van. De ugyanakkor nagyobb a szerepe a természettudományoknak és a,
és a matematikának, mint Magyarországon volt. Hát mondjuk ezekben látom a különbséget, illetve az azonosságot, és még egy fontos dologra Kristóf hívta fel a figyelmemet, az, hogy itt a sport sokkal fontosabb, mint Magyarországon. Tudnélik itt, hogyha van egy futballmeccs, amerikai futballra gondolok, nem pedig magyar futballra, vagy európai futballra, amit soccernek hívnak itt. Tehát ha van egy amerikai futballmeccs, hát arra óriási tömegek jönnek, és drukkolnak, és tapsolnak, és üvöltöznek, tehát támogatják nagyon is a csapatot. És ugye interscholastic, tehát iskolák közötti verseny van, és hát ez sok minden sokat számít, és a sportnevelés az egy nagyszerű eszköze annak, hogy a gyerek, az elkényeztetett úri gyerek, az megtanulja azt, hogy ő csak egy ember a csapatban, és össze kell fogni, együtt kell játszani. Utolsó kérdés. Milyen különbséget látok egy olyan iskola között, ahol civil tanárok tanítanak, és ahol ciszterci szerzetes tanárok tanítanak? Hát mondjuk egy nagy különbség van, amiből a többi is származik. De a nagy különbség az, hogy a civil tanárnak az elsődleges kötelessége a saját családja. Hogyha ezt nem tenné, akkor nem lenne jó tanár sem. Ugyanakkor nyilván a ciszterci tanárnak az elsődleges kötelessége a saját közössége, de ugyanakkor ennek a szerzetesi közösségnek szinte a kiegészítője az iskolai közösség. Mert ők is, a diákok is valamiképpen, amint mondjuk a nagy ciszterci családhoz tartoznak. És ezért a tanár, a ciszterci tanár az elsődleges kötelességének tartja azt, hogy a diákhoz szolgálja. Ahogy ezt a mi novícius mesterünk, a Zsigmond Lóránt nekünk punktában, tehát meditációban adta, hogy nekünk jobban kell szeretni a gyermeket, a tanulót, a diákot, mint hogyha a saját gyermekünk lenne. De ugyanakkor nem szabad magunknak nevelni, nem szabad magunkhoz kötni, nem szabad lieblingeket, tehát kedvenc diákokat kipécézni, akik utána minket kiszolgálnak, és nekünk hízeleknek. Ugye? De ugyanakkor mindenkinek azt a szeretetet kell adni, amit igazából a József adott az Úr Jézusnak. Hát szóval ez mondjuk a ciszterci ideál, hogy aztán ezt mennyiben valósítjuk meg, az nagy kérdés. Ez igen nagy kérdés. Ugyanakkor nagyon nagy áldás az, hogy jelenleg a 350 létszámú iskolában 16 ciszterci tanár működik. És majdnem minden osztályfőnök most már ciszterci. És ez bizony nagy áldás, és ami nagyon érdekes, hogy a civil tanárok, a világi tanárok és a ciszterek, azok nagyon jól együtt tudnak működni. És igazából a civil tanárok örülnek annak, hogy több ciszterci tanít. Mert tudják azt, hogy mi nagyon becsüljük őket. Például, hogy egy példát mondjak, az igazgató helyettes, az egy civil tanár, volt diákunk, egy nagyon kiváló a tanár és igazgató helyettes, és ő az, akihez beszámolnak a ciszterci formásterek, tehát a ciszterci osztályfőnökök közül azok, akik még fiatalok. Tehát igazából a civil tanár a ciszterci fölött van, és ez hát egészen természetesnek veszi mindenki. Úgyhogy ebben látom igazából a ciszterci
a tanári hivatásnak az értelmét és szépségét. De hadd mondjak itt valamit, ami egészen a személyes, és csak félig meddig kapcsolódik a kérdéshez. Hogy Magyarországon a ciszterci rend az nagyon is szörnyű állapotban van. Nincsenek hivatások, öregek vannak, a fiatalok pedig nagyon sokat dolgoznak, de szét vannak szórva, hiszen annyi minden kötelezettségük van. Az egyetlen fölemelkedés útja lenne a következő. Az, hogy lenne egy csoport fiatal, aki igazán teljesen az Istennek akarja adni önmagát, és az Istennek akar szolgálni, és együtt lépnek be Zircre. Együtt lépnek be Zircre, tartják magukat, elfogadják azt a nevelést, amit kapnak, és utána igazából ehhez a maghoz, ehhez a csoporthoz majd jönni fog a többi fiatal. Ez történt velünk, és több más ilyen monostorral történt Európában, és ezt remélem, és ezért imádkozom, hogy ez is történjék Magyarországon. Isten veletek!